Az egy fura kettőség, hogyha úgy vállalkozik az ember, hogy egyébként egy másik területtől ennyien ismerik. Természetesen van neki pozitív oldala, ha arra gondolsz, hogy beindítasz egy vállalkozást, és azt mondod, hogy ez a tiéd, és mondjuk kiteszed a social media oldalaidra, hogy én itt vagyok, ez az enyém, van hozzá közöm, akkor persze az hozhat vendéget. Például itt nagyon sokszor előfordul, hogy úgy jönnek be a magyar vendégek, hogy a Feri hol van, mert akkor kicsit dumálunk vele, meg eszünk valamit. És ha a Feri nincs itt, akkor csak esznek valamit. Az egyik én barbershopomat, amit már én nem is akartam csinálni, fölhívtak egyszer csak egy Erzsébet téri helyről, hogy gyere át, mert én odajárok hozzátok, és nagyon szépen mondom, én nem akarok többet, már így is kiúlik a hajam, annyi minden van, annyi felé kell menni, de gyere át, beszéljünk egyet, és megláttam a helyet, és mondtam, hogy oké, akkor csináljuk.